Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a halak jegyében születetteknél? Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai asztrológia szerint Jupiter bolygó és Neptun bolygó a halak jegyében mozog. Itt mindkettő jól érzi magát, hiszen Jupiter bolygó uralkodik a halak jegye felett, ez szerencsét hoz, itt vannak a lehetőségek. Jupiter bolygó utal bírósági ügyekre is, itt meg lesz akkor az igazság, a szerencse. Neptun bolygó szintén a halak jegyében van, és Neptun bolygó szintén uralkodik a halak jegye felett. Neptun bolygó jelenti az álmokat, az elképzeléseket. Ha megvan a hited, akkor ez az álom megvalósulhat. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, a szomszéd jegyből hat, a vízöntő jegyéből kihat a sors utadra. Itt jó hatással van a halak jegyére, hiszen a szomszédságban van, és ez úgy hat, mint jó szomszédoknál. Itt megvan a közelség, itt megvan a segítség, és pontosan így hat ki rád, Szaturnusz bolygó befolyásolja a döntéseket, itt lesznek sorsdöntő változások. Mars bolygó szintén a szomszédból hat, a kos jegyéből. Ez is jó hatás, hiszen megvan a közelség, a bizalom. Mars bolygó az lehet egy férfi, aki így most kihat rád. Merkur bolygó és Vénusz bolygó szintén jó hatással van, hiszen a bika jegyében mozognak a bolygók, és a bika jegye az a föld eleméhez tartozik, a halak jegye a víz eleméhez, és a föld eleme és a víz eleme barátságban állnak egymással. Tehát itt van jó hatás, ez lehet egy jó hír, szerencse a szerelemben, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, viszont Merkur bolygó a határon van, hamarosan áttér az ikrek jegyébe, és ott nincs meg ez a jó hatás, ezek lehetnek nehézségek, vagy egy rossz hír, vagy valami késlekedik. A nap július elején az indiai számítás szerint még az ikrek jegyében van, valami itt átláthatatlannak tűnik, viszont úgy július közepén áttér a rák jegyébe, és akkor lesz itt egy jó hatás, előre folyamodnak az események, lehet érzelmekről beszélni, és mivel Mars bolygó, Vénusz bolygó jól hat ki a halak jegyére, itt szerelemről van szó, úgy hónap közepétől, akkor már itt kitisztul valami, lesz egy jó hatás. Július 13-án teli hold van, Nunki csillag hatása alatt, ami utal egy helyre, ami erőt ad számodra. Július 28-án új hold van, húzódj vissza, gondolkodj el azon, hogy milyenek a kapcsolataid, kivel ápolt, ezeket a kapcsolatokat, vagy melyik kapcsolatokat kellene lezárni. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad. Az fékezi kicsit az eseményeket, de lehet egy bírósági ügy, ahol egy pillanatra megáll minden, utána visszatekintenek a múltba, tehát még át kell vizsgálni akkor valamit. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák, de nekem is van egy üzenetem számodra. Ez a jóslás általános.
Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen havi jóslást, a díjam 3500 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a fejed fölött ez a szív utal a gondolataidra. Ez lehet a szerelem, vagy mindaz, amit szeretsz, amit kedvelsz, ez lehet a hivatásod is. Előtted itt van ez a férfi, az ő irányába tekintesz, ott van a közeledben, tehát minden jól alakul, de jelenleg, illetve július elején még ez a férfi hátat fordít, de miért? Ott van előtte a korbács, tehát valami miatt megsértődött. De szerencsére megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát, úgy július elején ő még megsértődik, de az egerek eltávolítják ezt a kártyát, így megnyugszik minden. Az ő feje fölött itt van a nap, és az jelenti azt, hogy szeretne veled valamit tisztázni. De jelenti a kisugárzásotokat is, a vonzó erőt, a szerelem, a vonzalom itt van köztetek. Ugyanúgy, ahogy az asztrológiánál is mondtam, Mars bolygó ott van a szomszédban, tehát ott van a közeledben, itt a kártyán is ez látható. Itt kitisztul valami, a kutya jelentett barátságokat, de a hűséget is, és látható itt az ártatlanság. Tehát te is hűséges vagy, ő is hűséges, itt tisztázódik, rendeződik valami, ami a szerelmet illeti. A gólyák jelentik a változásokat, és itt vannak az utak, ami jelenti a döntéseket. Tehát fontos döntéseket fogtok hozni. Nem csak az utak jelentik ezeket a döntéseket, hanem ez a kereszt szintén ezt jelenti, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát itt is döntésekről van szó. Amit a kereszt még jelent, és ti mindketten ebbe az irányba tekintetek, amikor a sors utatok kereszteződik. Ez lehet egy kármikus kapcsolat, vagy lesz egy találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik. Amit a kereszt még jelent, vallási témák, vagy a hited. Itt látható ez a hegy. Ez jelenteti a hegyvidéket is, de utal problémákra, különösen ami a téli hónapokban volt. De ez most lezárul, hiszen az egerek eltávolítják ezeket az emlékeket. Itt előre mennek a dolgok, és kinyílik számotokra egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. Itt lesz egy ajánlat, különösen ami az otthonotokat, a családot, a környezeteteket illeti. Itt van a szerencse, a csillagképek szintén szerencsét hoznak, vagy utal a sorsra, ugyanúgy, mint a kereszt, hiszen minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És itt a hajó jelenti a reményt. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások, ez lehet egy ingatlan külföldön, vagy egy meghívás, az is lehet, hogy valaki meglátogat téged, és külföldi kapcsolatról van szó. Persze jelentheti az utazásukat is. Itt a fa az azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. Különösen ennél a férfinál, ami a kapcsolatotokat, a szerelmet illeti, itt a gyűrű, az jelentheti a házasságot, vagy a kapcsolatokat, esetleg szerződéseket, különösen, ha itt megjelenik a levél mellett.
és itt van az otthon. Amivel itt ez a férfi még egy vonalban van, az a fa, és ez jelenti a biztonság érzetét, amikor ő úgy érzi, igen, ide elérkeztem, itt le tudok gyökerezni. És ezt keresi itt a párkapcsolatban. Akkor is, ha elfordul most tőled, és nem mondja ezt ki, mégis látható, hogy egy vonalban van a kártyákkal, és ez az ő vágya. Keresi az otthonát is, hiszen erre utal ez a ház. Ez a ház jelenti gyakran a szülői házat, a rokonokat, ismerősüket, a szomszédokat is, és a fa jelenthet egészségügyi témákat. Tehát, ha valaki beteg volt a környezetetekben, itt lesz javulás, előre mennek a dolgok, itt van a szerencse, a gyógyító erő, itt van a remény, tehát meg lesz a gyógyulás. Itt a képen közvetlenül melletted látható ez a könyv. Ez a könyv utalhat tudásra vagy továbbképzésre is. És a könyv mellett a torony az lehet iskola, iskolázás. És itt megjelenik a kígyó, és a kígyó ugyanúgy, mint itt a fa, jelenti a gyógyító erőt. Ez lehet egy terület, ahol a továbbképzés van, és itt a nyilvánosság, az elismerés, és a horgony jelenti a hivatást, a munkát is. Mivel itt a horgony mellett megjelenik ez a virágcsokor, ami szerencsét hoz, vagy utal egy kreatív tevékenységre, egy magánvállalkozásra, visszatérve a házra, a ház jelenthet ilyen dolgokat is, munka otthonról, vagy egy magánvállalkozásnak a felépítése, itt szintén egészségügyi témákról van szó, és itt láthatóak a szerződések, a kulcs az jelenti a magabiztonságot, vagy a lehetőségeket, hiszen itt kinyílik ez az ajtó, és ezek ajánlatok, lehetőségek, és itt van rá a remény, sőt, a szerencse, a szerződések, a beszélgetések, és az életerő, ami még erős, azt jelentik itt a halak. A halak azok utalnak az anyagi dolgokra, tehát itt lesz bevétel, egy munkahelyi vállalkozás vagy változások, hiszen a gyermek utalhat egy új kezdetre, és itt a koporsó lezár valamit, és utána lesz itt egy új kezdet, ez lehet egy munkahelyi változás is. A halak jelentik az anyagiakat. Itt a nap, a sikereket, tehát lesz bevétel. De a háttérben ott van a ravasz róka, aki úgy figyelgeti a ti anyagi helyzeteteket. Itt a ravasz róka előtt a sarló elvág valamit, ez lehet egy vállás, egy vállóper, vagy a kasza elvágja a ravasz rókát, eltávolítja ezt a hamisságot a környezetből. Mivel itt megjelenik a koporsó és az anyagiak, ez lehet egy örökösödési ügy is, de itt a ravasz róka óv téged, illetve arra utal, hogy valaki be akar csapni téged, ami az anyagiakat illeti, vagy megpróbál téged anyagilag valaki kihasználni. Itt egy vonalban megjelenik a könyv, ez nem csak a tudást jelenti, vagy a tovább tanulást, hanem a titkokat is, hogy valaki eltitkol előled valamit, és ez a kígyó nem csak a változásokra, a megújulásokra, a gyógyító erőre utalhat, hanem gyakran szimbolizál egy hölgyet.
Itt a hölgy mellett megjelenik ez a horgony, és a horgony jelentheti egyrészt a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni, így mellék utakon, de visszatérve erre a hölgyre, a horgony jelenti a munkát, a hivatást is, és ebben az esetben itt egy kolléganőről van szó, aki úgy figyelgeti a dolgokat, hol, mikor kapsz elismerést, és milyen az anyagi helyzet, milyen kreatív tevékenység van itt, milyen ötleteid vannak, tehát valaki úgy figyelget téged a háttérből. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható változások, döntések lesznek, itt kitisztul, rendeződik valami, ami a baráti kört illeti, vagy a hűséget, itt tényleg megvan a vonzalom, a szerelem kettőtök között, ez a kisugárzás, a sikerek, ami a tornyot jelenti, ezek lehettek a múltban korlátozások, úgy fél évvel ezelőtt, de a torony jelentett hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, és itt valami még átláthatatlan. A hold az kihat az érzelmekre, vagy itt lehetnek anyai témák is. Lehet, hogy itt van ez a gyógyító erő, és a múltban valami ennél a gyógyulásnál átláthatatlan volt, nem tudtátok hogyan tovább, mi fog történni, de itt rendeződnek a dolgok, hiszen itt ez a park jelenti azt, hogy itt sikerek lesznek, vagy elismerés, tehát javulni fog a helyzet. Második hét július hónapban itt látható. Ti ketten álltok itt a középpontban, ez a vonzalom, ez a szerelem itt nagyon erős, nagyon fontos. Ő ugyan megsértődött valami miatt, rövid ideig hátat fordít, de július közepéig rendeződnek itt a dolgok, megnyugszik, és akkor lesz itt egy találkozás. Az egerek eltávolítják ezeket az emlékeket, vagy mindazt, ami a téli hónapokban történt, ami miatt megsértődött. Itt voltak azért problémák, ez lezárul. A háttérben megjelenik a könyv és a kígyó, ez lehet egy továbbképzés egy területen, ami az egészségügyi témákkal, a gyógyító erővel áll összefüggésben, de a kígyó jelenthet mellékutakat is. Azt is jelentheti a kígyó, hogy a továbbtanulás által lesznek változások, megújulások, egy új irány, és itt van az elismerés. A kígyó jelenthet egy nőt, és ez a nő eltitkol valamit előled. Harmadik hét július hónapban itt látható. Szerencse, még egyszer a szerencse, itt előre mennek az események, ez a kártya jelentheti a mozgást is, mint például sportot vagy autót, itt vannak a kapcsolatok vagy szerződések, beszélgetések, itt az életerő, javul az anyagi helyzet, ez nagyon erős, itt van egy kellemes meglepetés, vagy szerencse, nyeremény, változik valami a munkát illetően, a virágcsokor jelent egy kreatív tevékenységet, vagy magánvállalkozást, itt vannak a nyeremények, és a gyermek utalhat természetesen gyermekekre is, de így ebben a helyzetben, ennél a kirakásnál, inkább arról van szó, hogy itt lesznek újdonságok, egy új kezdet, ami a munkát, a hivatást illeti. Utolsó hét július hónapban itt látható, ami az otthonodat, a családod, a magánvállalkozást illet, itt van a szerencse,
itt le tudtok gyökerezni, megvan a gyógyító erő is, itt vannak külföldi kapcsolatok, esetleg szerződések, az is lehet, hogy valaki meglátogat téged külföldről, vagy lesz itt egy meghívás, itt kinyílik egy új ajtó, ezek lehetőségek számodra, ami szerencsét hoz. Itt a háttérben megjelenik a ravasz róka, a hamisság, itt az anyagiakról van szó, valaki ki akar használni anyagilag téged vagy őt, de ez lezárul, hiszen a kasza elvágja ezt a kapcsolatot, ezt a személyt, ezt a hamisságot, és itt ez a koporsó segít abban lezárni ezeket a bizonyos dolgokat, vagy lezárni valamit a munkát illetően, de itt akkor azonnal lesz egy új kezdet, ami szerencsét hoz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!